A kormánypártok egyik fő üzenete volt a választásokon, hogy az orosz-ukrán háborúban Magyarország senki oldalán nem áll, és nem szabad semmilyen katonai támogatást nyújtani a megtámadott félnek. Történelmünkből túl jól ismerjük a háború következményeit, ezért nem sodródhatunk bele egy fegyveres konfliktusba. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Ennek ellentmond, hogy júliusban a honvédség főparancsnoka Ukrajnába látogatott, és az ukrán kollégájával többek között a két ország közötti, közelebbről le nem írt katonai együttműködésről is tárgyalt a sajtóhírek szerint. Márciusban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök még bírálta a magyar kormányt, amiért hezitálnak a fegyverszállítások és a szankciók ügyében. Слухай, Виктор, знаешь, що відбувається в Маріуполі? Úgy fogalmazott akkor, hogy Magyarországnak el kell dönteni, hogy kivel van. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. A mostani találkozón már sokkal pozitívabban nyilatkozott a magyar politikáról az ukrán fél. Az, hogy ez azt jelenti, hogy márciushoz képest változott a magyar politika, még nem tudni biztosan, többek között azért sem, mert a magyar állami médiában még semmilyen tudósítás nem jelent meg a találkozóról, sem az MT-n, sem pedig a köztévé híradójában. Magyarország továbbra is segíti az Ukrajnából érkezőket, de készen áll a további energiaügyi együttműködésre is, áll a miniszterelnöki sajtóiroda közleményében. Ha tudni szeretnétek, hogy hogyan változott a magyar kormány kommunikációja Ukrajnáról, a hazai és a külföldi közönség felé, illetve hogy mi az, ami eddig kiderült a találkozóról, akkor olvassátok el ezt a cikket.